Star Plus, jó reggelt kívánok mindenkinek! Sok vendég van, akinek közösen tudunk örülni a Krisztinával, de például most egyértelműen, hogy a sok vendég közül az egyik ilyet köszönhetjük. Itt újjongok, mióta bejött a stúdióba Zséda. Jó reggelt! Jó reggelt, gyönyörű! Ezt mondtad, hogy jó reggelt, gyönyörű? Jó reggelt, gyönyörű, igen, ezt szalad ki a számom. De teljesen érthető. Azt nem tudom, hogy én ilyet mondhatok-e. Azért mondtam inkább én, mint hogy te mondd. De egyébként én miért nem mondhatnám, amikor tényleg gyönyörű. Na mindegy, nem a mi vitánkról szól, vagy egyetértésről, hanem arról, hogy megjelent a legújabb albumod, mert az egyik klipet egyébként pont az előbb nézegettük mi itt bent a stúdióban, de mesélj összességében, hogy a Szívizom Láz című albumodról mit kell tudni, hogyan készültél rá, mióta dolgozol az albumon, milyen dalok jelentek meg? Hát ez most sorrendben a 8., valaki a 7. számolja, mindegy, szóval, hogy így volt több előzménye már, és igazából ennek az albumnak is van egy pár dala, amit már lehet ismerni, ilyen az Életben maradni, a Csak a szívemet dobom eléd, és most a Hello. Hát 3 évig készítettük azért, ez egy hosszú időszak volt, igen, mert hogy rengeteg ötlet volt, össze kellett ezeknek fornia, sok kör volt mindegyik dalban, meg hát ugye jött a vírushelyzet, ami miatt tolni is kellett egy picit, de azért dalokkal jelentkeztem. A cél az volt, hogy egy klasszikus popzenei albumot csináljunk. Hát de azért, aki ezeket a képeket most először látja, szerintem azért kevesen vannak ezzel, annak azonnal beugrik, hogy mi jut erről eszébe. Remélem, hogy a Casablanca, a világ hát egyik. Ezt nagyon eltaláltak. Nagyon. Nagyon illik ehhez a dalhoz, igen, ez a mondani való, ugye ez a be nem teljesült szerelemnek az ikonikus filmje, a Casablanca, és a rendező Olá István ezt a világot álmodta meg nekünk, és hát Attilának is nagyon jól áll, én is imádom ezt a korszakot, ezt a 40-es évek időszakot, gyönyörű helyszínen forgattunk a Four Seasons Hotelben, és hát a dalhoz nagyon illik, tehát ezt a Humphrey Bogart és az Ingrid Bergman gondolatait talán ott a filmben, mert ugye nagyon sokat néztek hosszasan egymásra az alatt, mint hogyha ez a dal menne az ő fejükben, ezt képzelték. Fantasztikus kép, tényleg azt kell mondjuk, aki esetleg nem nézte meg, de én most rákerestem a YouTube-on, hát ez már majdnem 1,5 milliónál tart ugye a megtekintés. Igen, most egy hónapja jelent meg, és ez Nagyon szép szám, és azt látom, hogy most nagyon jól esik az embereknek egy ilyen melodikus, szép. Milyen volt Attilával dolgozni? Mert Attilát mindannyian ismerjük, nagyon ügyes srác. Nagyon jó volt, tehát tényleg mindig, amit megbeszéltünk, az úgy volt. De egyébként miért éppen őre esett a választás, hogy ezt a duettet vele fogod elénekelni? Nem duettnek indult, ez egy dal volt, amit készült a lemezemre, és aztán annyiszor eszembe jutott az Ati erről a világról. Mindig úgy is emlegettem, hogy olyan kökényes. Aha. De jó. És azt gondoltam, hogy nekem hasonló, nekem is ez a világom, és hasonló dalom már volt, és azt gondoltam, hogy ha ezt így összegyúrjuk, akkor mi ketten nagyon, nagyon jól tudjuk egymást építeni a dalban is, meg nagyon jó a párosítás. Ugye ő is ezeknek a nagyívű, szerelmes, érzelmes daloknak ő is, persze, vagy tud az. Latino. Lirikus, latinos. Előadója, és a dal egy kicsit franciás egyébként, és valahogy ez a két világ most találkozott, és régen volt szerintem olyan magyar dal, ami ilyen nagy éneklős épül középrészben, kirobbanunk, és szóval nagyon szerettük csinálni, és hát emberileg abszolút jó, srác, jó emlékeim vannak. Azt hadd kérdezzük meg, lehet, hogy ezt persze unják már ilyenkor az énekesek, de ez standard kérdés szokott lenni, hogy a korábbi albumukhoz képest mondjuk ez az új album, ez miben más? Nem unom, sőt, én azt hiszem, hogy most ugye kimaradt a koncertezés ebből az időszakból, tehát valahogy ez az energia, ami kivonódott a rendszerből, az most ebben mind belekerült, és ezért hát én nagyon, nagyon önazonos, és nagyon, nagyon szeretem az összes 10 dalt, ami rákerült, és hát még van rajta, amit szeretnék megismertetni a közönséggel. Van kedvenced még?
mit te most olyan ez, mintha a gyerekeim lennének. Mindegyiket szeretem, mindegyikkel célom volt, hogy elénekeljem, és hát sokat is dolgoztunk vele. Jamie Winchester írt 3 dalt, Létrai Ákos pont a képen, őt is belerendeztük a klipbe, mert ugye a Casablancában a zongorista, ugye nagyon fontos szereplő. Szövegek tekintetében is egy nagyon erős, ugye az életben maradni az ennek az elmúlt évnek egy fontos dala volt, és bár nem így indultunk, de átírta. Volt egy bemutatód, egy nagyszabású élőadásod, ami egy ilyen hibrid adás volt beszélgetéstől zenén át, kérdések megválaszolásával. Az milyen élmény volt? Ez megint így az új helyzet hozta, hogy a Facebookon lehet tulajdonképpen egy saját tévéadást csinálni. És amiben, tehát nincs kereskedelmi időszak, hanem lehetett zenéről beszélni, abszolút jöttek vendégek, bekapcsoltuk a szerzőket, és szerintem én nagyon szerettem volna őket megmutatni, nagyon szerettem volna elmondani, hogy miről szólt ez a 3 év, és hogy állt össze. Mindenkit megtiszteltél. Nekem nagyon fontos volt, hogy lássák az emberek, hogy ez nem csak így jön, hanem némelyik dalban tényleg 8 verzió van, vagy akár a Hello-ban, akár az életben maradni, mire úgy érzem, úgy érezzük, hogy ezzel érdemes a közönség elé állni. Hát nagyon örülünk, hogy itt voltál, meg hát gratulálunk tényleg iszonyatosan. Csodálatos lett, igen, ez a klip. Még annyit mondjál, hogy valószínűleg minden zenész azért már gondolkozik, ha más nem ceruzával, hogy ki tudja radírozni a 2021-es naptárában. Nem, hogy van első koncert, időpont? Vannak időpontok, hát reméljük, hogy meg is lesz. Készülsz azért? Egyelőre van a naptárban. Készülök, és olyan érdekes, hogy volt egy fellépésem nemrég egy nagyon kicsi körben, és nem éreztem a kihagyást, tehát nem az volt, mint amikor mondjuk szülés után mentem vissza, hogy úristen, most mi a szöveg, vagy nagyon nehezen álltam össze, hogy mégsem hagyott akkora űrt maga után. Nagyon szépen köszönjük. Nagyon szépen voltál. Várjuk a fellépést, meg újra, hogy itt találkozunk a stúdióban. Nagyon örültünk neked. Köszönöm. Vigyázz magadra, köszönjük, gratulálunk. Köszönöm szépen.